A mai videóban és a mai kis ablakunkban ez a gyönyörű kis csillagocska hópehely fog készülni. Gyere és tarts velem! Kezdjünk is hozzá, amire szükségünk lesz, egy horgoló cérnára és egy 1 mm-es horgoló tűre. A mintát 6 darab láncszemmel fogjuk kezdeni, amelyet egy körré fogunk alakítani. Készítek egy murkot a tűre. Majd jön 6 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És ebből csinálok egy teljes kört. Összehurkolom az elsőt a másodikkal, és én most ezt rövid pálca formában fogom összezárni. Ezután jön 12 darab rövid pálca ugyanebbe a lukba. 1, 2. Nem lesz könnyű, mert nagyon pici és nagyon vékony. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. 8, 9, picit csúsztatunk rajta, 10, és még 2, 11, és 12. És ezután elvágjuk ezt a fonalat, amit teljesen alá dolgoztunk, hogy ez itt ne zavarjon most már minket. Az. Jó. Megvan a 12 darab rövid pálca, és most pedig összekapcsoljuk az elejét a hátuljával, majd készítünk felfelé 3 darab láncszemet. Összekapcsolom. Ezt most egy kúszószemmel, 3 darab láncszemmel megyek tovább. Majd ezután elkezdjük kialakítani az egyik ilyen kis fülecskét. Készítek 2 darab láncszemet, 1-2, kihagyok egy lukat, rögtön a mellette lévő lukba lehúrkolom, így, kúszószemmel, és jön felfelé 16 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Visszahurkolok ugyanebbe a lukba. Így. Most így nézünk ki. Most jön 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Kihagyok megint egy lukat, a mellette lévőbe lehurkolom. És megint jön felfelé 16 láncem. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ugyanebbe a lukba visszajövök. Megint jön 5 darab láncem. 3, 4, 5. Kihagyok egy lukat, a mellette lévőbe lehurkolom. Jön 16 darab láncem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lehúrkolom vissza ide. Megint jön 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Egyet kihagyok, mellette lévőbe lehúrkolom. 16 fölfelé. Tizenöt, 12, 13, 14, 15, 16. Lehúrkolom. Jön 5 darab láncem. 1, 2, 4, 5. Majd megint kihagyok egyet mellette lévőbe. Lehúrkolom, és megy a 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 13, 14, 15, 16, lehurkolom, megint jön 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, kihagyok egy lukat, a mellette lévőben lehurkolom, és jön az utolsó 16-os láncem, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, lehurkolom, és ezzel lényegében elkészült ez a sor. Készítek két darab láncszemet fölfelé, hogy rá tudjak csatlakozni erre, amit az előbb már elkészítettem. És lényegében így fog kinézni itt ez a rész. Most pedig két darab rövid pálcával bejövök vissza ide a láncszemhez, 1-2, majd rácsatlakozom egy rövid pálcával erre a szárra. A rövid pálca után jön egy fél pálca, majd jön 4 darab egyrehajtásos pálca, 1, 2, 3, 4, ezután jön 5 darab kétrehajtásos pálca. 1, 2, 3, 4, 5. Fönt a levegőben jön 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, majd a túloldalra úgy szintén ugyanez, 5 darab kétrehajtásos pálca, 1, 2, 3, 4, 5, 4 darab egyrehajtásos pálca, 5 darab egyrehajtásos pálca, egy fél pálca, és most le kell húznom már ide az aljára, mert nagyon fönt maradt, mert ide jön most egy rövid pálca, és ezt most én fogom, és itt le kell teljesen rángatni, hogy ez a középső rész itt kimaradjon, de mindenhova egyformán jusson ez a láncszem, az a minta. Jó, lejutottam ide az aljába, és most jön nekem itt ez a kis hurok rész, ami ugye 5 darab láncszem volt, na most én ide készítek 5 darab rövid pálcát. Nem, bocsánat, 4 darab rövid pálcát. Gyere ide vissza. Így. Ebbe készítek 4 darab rövid pálcát. 1, 2, 3, 4, és az ötödiket azt pedig már a mellette lévő szárba fogom ide tenni. Mutatom, hogy nézünk ki. Eddig így néz ki egy szár. És így megyek sorba, és mindegyiket ugyanígy csinálom. Kezdem egy rövid pálcával, egy fél pálcával, 5 darab egyrehajtásos pálcával. 2, 3, 4, 5, 5 darab kétrehajtásos pálcával, 1, 2, 3, 4, 5, 5 darab láncszem, 1, 2, 3, 4, 5, megint 5 darab kétrehajtásos a túloldalra, ez már 3 lett, 1,
kettő, három, négy, öt, öt darab egyrehajtásos, egy, kettő, három, négy, öt, egy fél pálca, egy rövid pálca, megint le kell csúsztatni teljesen az aljára, hogy szépen szétnyíljon ott az a rés, itt, és majd megint készítek négy darab rövid pálcát ebbe a lukba. Egy, kettő, három, négy, és az ötödikkel már megyek is tovább következő láncszembe, ide. Így haladunk tovább, amíg elkészül mind a hat ilyen kis szirmocska. Mentem teljesen, ezután rövid pálcákkal elkezdek felhúzni a hetedik láncembe, a hetedik láncszemébe ennek a kis, nem is tudom, minek nevezzem ezt, kis szironnak. Szóval egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, de készítek három darab láncemet, és egy egyrehajtásos megfordulok, mert most visszafelé fogok dolgozni. Így. És itt is kiszámolom, 2, 4, 6, 7. A hetedik láncemet ide fogok készíteni egy egyrehajtásos pálca párt. Így komplett szuzámmal. Majd felfelé jön megint. Nem, bocsánat, megint megyek tovább. Egészen körbe a túloldalig. Ide 5 darab láncem, 1, 2, 3, 4, 5, és itt pedig 2, 4, a 6. láncemből jön megint az egyrehajtásos pálca, 3, 4, 5, ide jön egy darab egyrehajtásos, és a túloldalon úgy szintén megszámoljuk a hetediket alulról. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ide pedig jön a szembe lévő egyrehajtásos pálca. Így. Visszakúszok kettő láncszemet, és megyek tovább megint fölfelé. Ezeket itt kúszószemmel, és a túloldalon megint a hatodik láncszembe készítem az egy darab egyrehajtásos pálcát. Ide 5 láncszem jön, 1, 2, 3, 4, 5, majd jön megint 5, és a hatodikba az egyrehajtásos. 2, 3, 4, 5. Most jön az egyrehajtásos pálca. 1, 2, a túloldalra úgy szintén. 1, 2, 3, 4, 5, és ide. És így fogunk haladni
egészen a végéig. Körbe föl le, összekapcsol, körbe föl le. Végére értem a sornak. Ugye innen indultunk el, most ide bejövök középre. 1-2 láncszemmel. Majd emelek fölfelé 1-2-3 darab láncszemet, és most elkezdek ilyen hurok részeket csinálni, ami azt jelenti, hogy készítek 1-2-3-5 darab láncszemet, megfordulok, belehurkolok ide az elsőbe, kúszó szemmel arrébb megyek egyet, még egyet, ide készítek egy pikót, 1-2-3, visszahurkolok ide lentre a pikóhoz, majd megint tovább húzom. 1-2, és megint jön 5 darab láncem. 1-2-3-4-5. Ezzel bejövök ide középre. Úgy. Itt megint jön 5 darab láncem. 1-2-3-4-5. Behurkolom ide. Jön még egy hurok. Még egy. Készítek egy pikót. 1-2-3. Visszahurkolom a tőhöz. És megyek tovább még kettőt. 1-2. Megint jön 5 darab láncem. 1-2-3-4-5. Bejövök ide középre. 5 darab láncem. 1-2-3-4-5. 1-2 kúszószem. Harmadiknál pikó. És így haradok körbe a végéig. Ez lenne a következő kis hópelyhünk. Ez tényleg igazán icipicire sikeredett. Hát remélem tetszik nektek, és sikerül elkészíteni, és nem lesz belőle gond, mármint, hogy nem lesz túl nehéz. Nagyon egyszerű, nagyon pici. Sok sikert kívánok nektek az elkészítésben, ha úgy érzitek, hogy szeretnétek velem tartani, és megnéznétek a következő videót, akkor gyere és csatlakozz, tarts velem, csináljuk együtt. Ha tetszik a videó, kérlek lájkold és oszd meg, és iratkozz fel a csatornára. Szép napot, sziasztok! Jó alkotást!